Mindig előtte kell mindig tisztázni, hogy ugyanarra gondolunk-e. Mert valamikor van félreértés. Valaki gondolja, hogy finomfizikai, ezoterikus, ami finomfizikai dolgokkal foglalkozik, és valaki erre gondolja spirituális, de valaki lelki dolgokra gondolja, hogy az a spirituális. És ezért mindig ezt kell tisztázni még annak saját magába, aki kérdezi, hogy ő mire gondol. Mert minden, ami ezoterikus, mondjuk prána irányítás, vagy jóga gyakorlat, pranayama, az mind ezoterikus, ez azt jelenti, hogy anyagi, finom anyagi, finom fizikai. Akkor minden, ami Istennel kapcsolódik, az lelki. Hogyha én templomba megyek, ez a menés, tevékenység lelki volt. Hogyha én mondjuk olvasok egy mágia könyvet, az nem spirituális, az ezoterikus. Hogyha olvasok egy lelki Istenről szóló könyvet, Bibliát, Bhagavad Gita-t, az lelki. Jó?